A ruha könnyű, vékony, félsejem szövete élénk színű, nyomott mintával díszített. Az anyagon a natúr alapú színes virágfűzéssáv váltakozik, barna, okkersárga, mozaikszerű háttéren hajlított csúcsú könycsepp mintával. A ruha felső része testhez simuló, bélelt, nyakkivágása erről kissé V alakú. Dereka szűkítőkkel karcsúsított. Az ujjai felül szűkek, majd könyöktől törcsi alakban bővülnek, úgynevezett pagodafazonúak. Az ujjak alját feltehetően utólag széles barna bársony paszpollal díszítették, a felső rész a sűrűn ráncolt szoknyával egybeöltött. A szoknya résznek nincs bélése, alsó szoknyával viselték. A ruha minden része kézzel varrott. Azért is különleges számunkra, egyébként a múzeum gyűjteményében nagyon szép 19. századi férfi viseleteket találunk a Kisváros a századfordulón kiállításunkon, ezek nagyjából láthatók is. Női ruha viszont nagyon kevés van. Tulajdonképpen a Perczel családtól származó egy másik ruhadarab, illetve két másik 19. századi női ruha van a gyűjteményünkben, tehát ezért is a gyűjtemény szempontjából is érdekes. A Perczel család az egyik legjelentősebb Tolna megyei közébirtokos nemesi família volt. A nemzetség a 18. század közepén telepedett le a megyében, és a 19. században is megőrizte jelentős közéleti szerepét, országos és megyei szinten egyaránt. A család női tagjairól kevesebbet tudunk, ismerjük az anyakönyvi adatokat, néhány arcképet és fotográfiát, de az élettörténetüket, életmódjukat kevés forrás vagy emlék örökíti meg. Ez a ruha egy nagyon könnyű szövetből készült, tehát a mintáján túl a maga a szövet is érdekes, egy félsejem szövet, a láncfonalak sejemből vannak, a vetülékfonalak gyapjúból, és azt is, tehát hogy a finomságát mutatja, hogy egy centiméteren belül 34 láncfonal van, tehát a függőleges sejem szál az ilyen sűrű, tehát egy nagyon könnyű viselet lehetett. Korunkra a Magyarországon fennmaradt 19. századi női viseletek döntőbb többsége díszruha vagy elegáns utcai viselet. A mindennapi használatra szánt otthoni ruha kevésbé számított megőrzendő értéknek, így nagyon kevés maradt fent. A korabeli divatképek is ritkán mutattak be otthoni használatra szánt ruhát. A házi ruhát, vagyis az angol terminológiát használva a délutáni ruhát otthon, családi körben hordták. De ebben az öltözetben már férfi látogatót is fogadhattak. Ez a női házi ruha tulajdonképpen egy nemes asszony vagy leány magánéletébe enged bepillantást. Természetesen nem, ugye nemes kisasszonyok nem feltétlenül mosogattak vagy takarítottak ebben a ruhában. Ez egy olyan délutáni jellegű ruha, amiben mondjuk már társaságot is lehetett fogadni. Minden esetre, tehát maga a szövet, a mintakincs nagyon különleges, ez a csavart könycsepp alakú minta a keleti kasmír sálakról indul el Európába, tehát azok behozatalával jut Európába, és nagyon népszerű lesz, ennek különböző elnevezései is vannak. Ugye a kezdetekben ez egy nagyon drága, a kasmír sálak egy nagyon drága mulatság volt, tehát csak a leggazdagabb rétegek vásárolhatták meg, de olyan népszerű volt a minta, hogy az végül is a nyomott szöveteken is elterjedt, tehát amikor már nem szövött, hanem nyomott mintával készítették ezt a mintát. Az egyik elnevezése egy angol városról származik, a Paisley nevezetű városról, ahol egy nagy szövőgyár volt, és ilyen nyomott mintás anyagokat készítettek. A 19. század közepén a hengernyomott anyagokon is megjelent, ezáltal hozzáférhetővé vált ez az egzotikus mintakincs a kevésbé tehetős rétegek számára is. Tehát ezek a különlegességek, tehát hogy van egy divattörténeti vonala, a szabás mintájában még egy különlegességet tartalmaz, ami szintén a gyűjteményeinkbe, vagy az országos gyűjteményekbe is viszonylag kevés számú van, ez a pagoda szabású ujja, vagy ilyen tölcsér alakot látunk, és ennek a divattörténeti elnevezése az, hogy pagoda új, tehát hogy ebben is különleges. Több átalakításon esett át a ruha, tehát
Ugye a kiállítás apropója az volt, hogy a tavalyi évben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk restaurálni ezt az egyébként nagyon-nagyon rossz állapotban lévő ruhát. Ugye ezt a finom szövetet nagyon szerették a molyok, viszonylag könnyen szakadt, és hát az évszázadok nagyon, vagy hát az a évtizedek közel, ugye közel több mint egy évszázad megviselte, több toldás, átalakítás volt rajta. Ezt a restaurátor szépen végig tudta követni. Még az is érdemes elmondani, hogy ez nagyon karcsú derékra készült, tehát az egész egy, jó, hát mondjuk a bevételekkel együtt számítjuk, tehát a több átalakításon, de egy nagyon karcsú derékra készült. Viszont ehhez képest a szoknya 4,2 méter széles, tehát egy nagyon ráncolt szoknyáról van szó. Mór Anikó textilrestaurátor heroikus munkája, azt kell mondanom, mert tényleg nagyon rossz állapotban volt. És tehát az nagy öröm, hogy megmenthető volt, és így most kiáll a nagy közönség is láthatja. Ez a házi viselet mintája és szabása miatt magyarországi viszonylatban ritkaságnak számít. Nem csak egy 19. század közepi vidéki nemesasszony ízlésvilágát tükrözi, hanem egy európai divatrendet is.